Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Beszéljünk Róla magazint látják. Az elmúlt hetek egyik legnagyobb híre az volt, hogy női börtön létesül Kiskunhalason, a volt migrációs központ helyén. Itt ugye politikusok is megtették a bejelentéseket, a polgármester is elmondta, hogy milyen rendkívüli gazdasági hatással lesz ez a város életére. Mi igyekszünk nyomon követni azt a részét, hogy nagyon sok halasi és halas környéki embernek munkát tud adni ez az intézmény. Ugye toborozzák már az őröket, és eközben a rabok megkezdték a börtön építését. Ma esti vendégem szintén ebben a témakörben érkezett, be is mutatom őket, Győri Levente, a lezredes tanácsos osztályvezető, a Humán Szolgálat Oktatási és Szociális Osztály részéről, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságáról. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van velünk Stanef Fatime, toborzó tiszt szintén a Büntetés Végrehajtás részéről. Jó estét kívánok! Ugye 2015 óta van az az időszak, amikor Kiskunhalas felajánlotta hasznosításra ezt a volt laktanya épületet. Mi döntött amellett, hogy Kiskunhalas, és milyen szükségszerűség hozta ezt, hogy ezt a korábban kihasználatlan és a migrációs helyzet kezelésekor újra előtérbe kerülő épületegyüttest használja a büntetésvégrehajtás? A magyar büntetésvégrehajtásnak van egy férőhelybővítési programja, amelybe tökéletesen illeszkedett ez a lehetőség, hogy egy félig kész objektumot vehetünk birtokba, és azok a biztonsági szakmai feltételeknek minimális átalakításával alkalmassá tehetjük arra, hogy egy modern 21. századi feltételeknek, kritériumoknak megfelelő büntetésvégrehajtási intézetet hozzunk létre. Ez egy óriási lehetőség volt a magyar büntetésvégrehajtás számára. Éltünk vele, és teljes gőzzel belevágtunk a felújításba. 2019. január 31-ére a műszaki kollégák, illetve a beruházási rész levonul, és azt követően pedig elkezdődik a próbaüzem, a betelepítés, és 2019. március 31-ére pedig teljes kapacitással fog működni ez az új BV-intézet. Az emberek többsége szerencsére csak filmeken keresztül kerül kapcsolatba börtönökkel. Aztán látunk Thaiföldön, meg Kolumbiában, meg Amerikában különböző börtönkörülményeket. Itt ebben az esetben az Európai Unió területén mi volt az a legfontosabb kritérium, aminek jelenleg a magyar börtönök jelentős része nem tud megfelelni? Ez a Kiskunhalasi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet, mert ezen a néven fog majd szerepelni, minden olyan követelménynek meg fog felelni, amit az Európai Unió előír számunkra. Csak hogy egy kicsit belemenjünk a szakmába, légköbméter és négyzetméter számokat határozott meg a magyar büntetésvégrehajtás számára az Európai Unió, és ezeket kell nekünk biztosítani a fogvatartottak számára, ez Kiskunhalason meg is fog valósulni. Fatime, részt vesz abban a munkában, amelynek hozománya az lesz, hogy sikerül megtölteni szakemberrel és megfelelő képzettségű börtönőrrel ezt a létesítményt. Milyennek látja most a toborzás során, néhány napja indult el az érdeklődést? Az érdeklődés meglepően magas számmal jelentkezik itt a toborzóirodában. Ugye múlt hét szerdán kezdődött el itt a toborzás. Nagyon-nagyon sok az érdeklődő, mivel ez egy női letöltőház lesz. Nagyon örülünk, mert a jelentkezők létszámában a nők elsőbséget élveznek, illetve nagy számban jelentkeznek. Rendkívül magas az érdeklődés. Kimentünk ma délután Kiskunhalas főterére, és megkérdeztünk néhány embert, hogy mit szólnak ahhoz, hogy egyáltalán börtön létesül, és mit szólnak legfőképpen ahhoz, hogy a rabok építik saját maguknak. Halljuk ezeket a véleményeket. Munkahely szempontjából nagyon jó. Nem tudom, mennyire veszélyes bűnözők, reméljük nem szaladnak ki, de munkahely szempontjából szerintem jó. Ön jónak tartja ezt a kezdeményezést, hogy itt épüljön egy ilyen börtön? Hát én szerintem jó. Jó, már az országban bár már megy az ember, eléggé zsúfoltak, úgy halljuk, hogy zsúfoltak a börtönök. Hát gondolom, egy kicsit enyhítetlen. Úgy gondolom én. Mi a vélemény arról, hogy itt ebben a börtönben is a rabok munkát végeznek? Sőt, ezt a börtönt most jelenleg pont rabok építik. Oha, hát nagyon helyes. Nagyon helyes, hogyha munkát végeznek, mert egyszer megtermelik maguknak a költségüket, talán,
ha az egészet nem is, de valamennyit biztos, és magának az államnak is kevesebbe kerül. Attól, hogy itt megépül ez a női börtön, ugyanilyen nyugodtan tudunk üldögélni Halas központjában? Mi a véleménye? Nagyon remélem, igen, nagyon remélem. Munkahely lesz, a beszállítók, a parasztok tudják bevinni a zöldséget, főzés lesz, konyhalán, stb. Munkahely. Ennyi. Kellett ez már nagyon a városnak? Már réges-régen kellett volna. Még kellene fejleszteni tovább, mert én úgy tudom, hogy még ott vannak kihasználatlan épületek, meg hát rímes romosság, na mindegy. Hát van, akinek ellenvéleménye van, mert hogy félnek a raboktól. Én mondtam, hogy azoktól nem kell félni, mert azokat őrzik. De hát ezek a rabok nem a mi honfitársaink? Hát a honfitársaink, de nem kell tőlük félni, mert börtönben vannak, tehát ott börtönőrök vannak. Most ha hébe-hóba elszökik egy vagy kettő, hát Istenem. Mit szól ahhoz, hogy dolgoznak is ezek a fogvatartottak? Hát annak örülök, tartsák el magukat természetesen, ne mi tartsuk el az adópénzeinkből ezeket. Egyértelmű, minden rabot megdolgoztatnék. Úgy tudjuk, hogy itt is a rabok majd dolgozni fognak. Jónak tartja ezt? Hogyne, hát persze. Hát miért ne? Így nem kerülnek olyan sokba az államnak, mert hát ők maguk úgy, mint Kolcsán is, hogy önellátók volnánk. Hát kapnak érte fizetést, és akkor nem. Legalább hasznosabban telik az idő? Hát meg minden esetre az is még, hogy az idejük is hasznosabban telik, biztos igaz. Együtt néztük a felvételeket ma esti vendégeimmel. Győri Levente alezredestől kérdezem, hogy tényleg kik kerülnek ide? Úgy tudom, hogy a büntetés végrehajtásnál vannak fegyház, meg különböző fokozatok is. Itt is elhangzott, hogy hát nem olyan veszélyes emberek jönnek ide. Kik kerülnek ide? Jelenleg a magyar büntetés végrehajtási rendszerben három rezsim kategóriát különböztetünk meg. Lentről fölfele fokozat szerint van a fogházas, a börtönös, illetve a fegyház fokozat. A Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben a fogház és a börtönfokozatú hölgyeket, nőket fogjuk elhelyezni. Csak hölgyeket? Minimális létszámban jönnek férfi fogvatartottak is. Ők alapesetben a fogvatartottak a napi élet során a karbantartási munkákat, az intézet működtetésében vesznek részt. Gondolok ilyen, hogy vízszerelő, lakatos, festő, udvaros, takarító, tehát ilyen munkakörökben férfiakat fogunk, amik nők nem tudnak elvégezni. Kint voltunk hétfőn egy ilyen laktanya szemlén, börtön szemlén, rögtön mutatják kollégáim is a felvételeket. Itt is azt láthattuk, hogy 150 rab megkezdte az intézmény kialakítását. Mi minden feladat vár még hátra, illetve hát hogyan lesznek ebből a volt ilyen tiszti szovjet katonai, meg a Gábor Áron tüzérezrednek az épületeiből itt tényleg egy börtön? Több szempont alapján kell nekünk átalakítani ezt a meglévő objektumot. A legfontosabb a biztonsági szempont, tehát dupla soros kerítést fogunk építeni, amit lehetett már látni a bejárásnál is. Ezen felül biztonságosabb rácsokat, biztonságosabb ajtókat, különböző biztonságtechnikai eszközöket, olyan, ami láthatatlan és látható is a fogvatartottak számára. Valóban 21. századi technikát, biztonságtechnikát fogunk beépíteni ezekben a zárkákba, illetve az épületekbe. Hamarosan beszélünk majd a leendő börtön működéséről, azonban nézzük meg azt, hogy ki dolgozhat majd itt mondjuk jövő tavasztól. Milyen feltételeknek, kritériumoknak kell megfelelni? Hát azoknak a jelentkezőknek, akik szeretnének a büntetés végrehajtás szervezetéhez csatlakozni, három alkalmassági vizsgálaton kell keresztül menniük, egy fizikai alkalmasságin, egy pszichológiai alkalmasságin és egy egészségügyi szűrésen. A negyedik lépcsőnk az egy kifogástalan életvitelvizsgálat, amit a rendőrségnek egy kiemelt csoportja végez. Minden egyes alkalmassági vizsgálatot itt a városban, tehát Kiskunhalason fogunk elvégezni, illetve elvégeztetni, tehát a lakosságnak, illetve a jelentkezőknek nem kell elutazniuk az alkalmassági szűrések miatt. A fizikai alkalmasságikat jó magam, illetve a kollégáim fogjuk elvégezni. A pszichológiai szűrésre is a kollégák Budapestről fognak leutazni, és az egészségügyi szűrés is megoldott lesz itt a városon belül a kórház együttműködésével, segítségével együtt. Kinek nem javasolják ezt a börtönőri munkát?
Hát a büntetés végrehajtási szervezete, mondhatom talán, hogy az állománytáblát illetően azért 95%-ban hivatásos állományú tagnak kell lenni, tehát alapjáraton meg kell felelni különböző paramétereknek. Értem itt azt, hogy magyar állampolgárnak kell lenni, 18. életévét betöltött személynek kell lenni, büntetlen előéletűnek, és ugyanálunk van egy korhatár a hivatásos léthez, ami az 55. életév. Tehát ezeknek alapjáraton meg kell, hogy feleljen ezeknek a szűrőknek az ember. Rögtön megmutatjuk az irodát is, amely Kiskunhalason, legegyszerűbben elmondva, a Városháza tornyával szemben, az úgynevezett régi Városháza épületében, abban a zöld épületben a sarkon található. Kollégák rögtön mutatják a bejátszást, ugye ki is van molinózva, hogy egyszerűbb legyen önöket megtalálni. Mikor és hogyan lehet keresni ezt az irodát? Hétköznapi napokon, tehát hétfőtől péntekig tartunk ügyfélfogadást. Hétfői napon délelőtt 10-től délután 4 óráig megtalálhatóak leszünk itt. Keddi, illetve csütörtöki napokon 7:30-tól 4-ig vagyunk jelen az irodába. Szerdán tartunk egy hosszabb ügyfélfogadási időt, pont azoknak a jelentkezőknek, akik esetleg jelenleg is munkaviszonyban állnak, de viszont szeretnének csatlakozni a szervezetünkhöz. Tehát szerdai napokon 7:30-tól este 6-ig van ügyfélfogadásunk, és pénteken 7:30-tól 13:30-ig. Van egyébként sok olyan, aki esetleg most jelenleg munkahelyen rendelkezik, de kacsingat a büntetés végrehajtás felé? Igen. Milyen területről jönnek leginkább? Mert itt Kiskunhalason ugye a migrációs helyzet kezelésekor nagyon sok fegyveres biztonsági őrre volt szükség, és ugye a készenléti rendőrséget is úgymond feldúsították az állományt. Szintén csábító lehet egy ilyen életpálya, már egy ilyen fegyveres szolgálatot ellátó személynek? Igen, tehát a társszervektől, illetve rokon területekről is nagy az érdeklődés, sok a közalkalmazott, illetve a civil munkavállaló is, sok embert vonza a hivatásos lét. Több területről megtalálhatóak a jelentkezők. Mivel tudja meggyőzni a jelentkezőt? Mi az a legfontosabb érve, amire ön szakemberként azt mondja, hogy na ez tuti bejön? Hát én úgy gondolom, hogy itt sok embert az anyagi, illetve a fizetés vonz, illetve motivál, illetve hogy a szervezetben nem skatujázódik be az állományi tag, tehát van oldalirányban is mozgás, illetve látnak vagy a jelentkezők, illetve a jelenlegi kollégák előrehaladási lehetőségeket is. Én úgy gondolom, hogy ez is nagy motiváló erő a jelentkezők részére. Alezredes úr, egy börtönt úgy képzelem, mert van a parancsnok, meg vannak a börtönőrök, de gondolom a valóság ettől sokkal szerteágazóbb. Tehát most jelen pillanatban milyen munkakörök állnak majd rendelkezésre ebben a halasi intézményben? Nagyon sok toborzó tevékenységet hajtottam végre az elmúlt időszakban, és nem feltétlenül csak Kiskunhalas és vonzás körzetében. Minden egyes kitelepülésnél legjobban úgy tudom szemléltetni a laikusoknak, akik még nem ismerik a büntetés végrehajtási szervezetet, hogy egy BV intézetet úgy kell elképzelni, mint egy kis várost, aminek az élén mondjuk nem a polgármester van, hanem az intézet parancsnoka. És a BV intézetben minden megtalálható, ami az élet működéséhez alapjában szükséges. Itt gondolok arra, hogy van kápolna, van könyvtár, van kiétkezőbolt, van idézőjelben posta, tehát ahol föl tudják a levelezést végre lehet hajtani, van egészségügyi személyzet, van mindenfajta olyan kis funkció, ami elengedhetetlen az, hogy a fogvatartottakat ne mozgassuk ki a falakon kívül. Tehát ez a legfontosabb nekünk, hogy csak akkor hozzuk ki mondjuk, hogyha egy olyan egészségügyi ellátást kell eszközölnünk, amit mondjuk a falakon belül nem lehet végrehajtani. Tehát nekünk ez a legfontosabb a biztonság, és ennek érdekében mindenfajta olyan kis funkciót létrehozunk a BV intézeten belül, ami az élethez kell. Úgy kell elképzelni, mint egy kis fogaskerekeket, amik összeilleszkednek és egy irányba mozognak, és ez egy nagy egészé alakul, egy ilyen hibátlanul, tökéletesen működő gépezetté. Nagyon fontos tényező, mennyi időre szól ez a megbízatás? Gondolom a jelentkezők többsége azt mondja, hogy de mennyire biztos ez, hölgyem? Hát mennyire biztos ez a munka? Hát én úgy gondolom, hogy az a jelentkező, aki ide felszerel hozzánk, egy stabil
munkahelyre fog jönni, akár nyugdíjig is tarthat számára ez a lehetőség. Nézzük az életpálya modellt büntetés végrehajtásnál. Hogyan lehet itt lépkedni a ranglétrán, és egyáltalán milyen lehetőségek vannak? Kezdem mondani, hogy a saját példámat tudom felhozni. Én 2001-ben kerültem a büntetés végrehajtás kötelékébe. A lehető legalacsonyabb beosztásban kezdtem, túlnyomorészt abban a beosztásban, amiben most is keressük a kollégákat, őrmesteri rendfokozattal, biztonsági felügyelői munkakörbe, és élve a lehetőséggel, hogy van előrelépési lehetőség, szépen lépegettem én is fölfele a ranglétán, és jelenleg alezredesi rendfokozatban egy osztályvezetői beosztást töltök be. Tehát a lehetőség mindenki előtt adott, nyilván kinek a habitusa, illetve a hozzáállása is kell ahhoz, hogy előrébb jusson, de aki szeretné, az annak nyitottak a lehetőségek. Önképzés, belső képzések, továbbképzések, szakmai továbbképzések, ezek mind-mind segítik a kollégákat az előrelépéshez. Csak egy példát mondjak, hogy azokat, akiket most fölveszünk ide Kiskunhalasra, úgy iskolázzuk be, hogy már illetményért fognak tanulni. Tehát, mennyi ez a pénz? Ez a lehető legkisebb beosztás, illetve a 8 órás munkakört betöltő jelentkező esetében ez bruttó 230 000 forint, tehát innen csak fölfele van. Aki 12 órában dolgozik váltásos munkarendbe, vagy nagyobb szolgálati idővel rendelkezik, vagy esetleg magasabb az iskolai végzettsége, az csak ennél többet fog keresni. Milyen juttatások vannak, lakhatási támogatás? Gondolok itt arra, hogy valaki mondjuk 30-40 kilométerről azt mondja, hogy számomra mégis csábító lehet idejönni Halasra. A magyar büntetés végrehajtásnak, és ez kimondható, hogy a teljes rendvédelmi szférára jellemző az, hogy még mindig sokkal erősebb szociális hálót terítünk ki a munkavállalóinkra, mondjuk, mint a versenyszférába, vagy a civil szférába. A munkába járáshoz 15 forintos kilométeres úti költségtérítés van, vagy a tömegközlekedési bérletek 86%-át térítjük. Ezen kívül albérleti hozzájárulást fizetünk, 200 000 forintos kafetéria minden évben jár a kollégáknak, ruhapénz jár, esetleg, hogyha valamilyen olyan megszorult élethelyzet alakul ki, ami nem várt esemény, akkor beiskolázási segély, szociális segély, temetési segélyt fizetünk, rekreációt, rehabilitációt, illetve mozgásszervi rehabilitációt is biztosítunk a kollégák számára. Mikor lehet menni az első fizikai felmérőkre, pszichikai felmérőkre, hiszen itt a február azért nagyon feszes határidőt láttad. Igen, most ez egy kicsit így ellenségünk, ez a rövid határidő. Ugye december 1-jével szeretnénk az első csapatot elindítani, illetve már decemberben el is indítanánk az első osztályt, ami egy 14 hetes érettségire épülő OK és képzés lesz. Ebből kifolyólag a holnapi nap folyamán, már reggel 9 órától megkezdődnek az első pszichológiai szűrések, ugyanezen a napon délután 5-től pedig már az első fizikai alkalmassági vizsgálaton valószínűleg túl leszünk. Folyamatosan be vannak ütemezve az alkalmassági vizsgálataink, és a mai nap folyamán mondhatom, hogy már az elkövetkező 7 napja is tele vannak a jelentkezőkkel. Hány embernél tartunk, lehet tudni? Hát körülbelül feldolgozott önéletrajzunk egy ilyen 130 fő van, tehát ők valamilyen szinten már elindultak a felvételi eljárás során. Nagyon fontos azt is elmondani a börtönökkel kapcsolatban, ugye itt a riportokból is kiderült, hogy itt munkavégzés zajlik. Az emberek egy része azt szeretné, ha az elítélt üljön a börtönbe, nézze a falat és bűnhődjön. Időnként húzzon egy strigulát, hogy eltelt egy nap a büntetésből. Míg most azt látjuk, hogy itt munkavégzés van, és nekünk interjúban is elmondták azt az elítéltek, hogy nagyon jó, sőt örülnek annak, hogy kimehetnek valahová dolgozni. Hát az egyikük úgy fogalmazta meg, hogy hasznos tagja lehetek a társadalomnak, sőt volt olyan is, aki azt mondta, hogy itt szerzett szakmát, amivel szeretne lépni. Mi mindenre nyílik majd lehetőség ebben a halasi intézményben? A Magyar Büntetés Végrehajtási Szervezetnek a legnagyobb küldetése azon túl, hogy biztosítsa azt a környezetet, hogy a jogerős ítéletét letöltse a fogvatartott. A legfontosabb feladata, hogy a reintegráció, a társadalomba történő visszaillesztése. Ezért nagyon sok programot, nagyon sok
fejlesztés lehetőséget biztosítunk a fogvatartottak számára. Nagyon sok fogvatartott nálunk fejezi be az általános iskolát, illetve szakmát. Hiány szakmákra képezzük az elítélteket, a fogvatartottakat. Gondolok itt ilyenre, hogy burkoló, kőműves, villanyszerelő, akár szakács, pék, tehát hogy nagyon sok lehetőség van. Teljesen még nem alakult ki a Kiskunhalasi Országos Büntetésvégrehajtási Intézetnek a profilja. Az viszont látszik, hogy a varodaipari tevékenységre fogunk fókuszálni. Egy 1400 méteres üzemcsarnok fog még a következő hónapokban megépülni a Gábor Áron tüzérlaktanya területén. Itt szalagok fognak működni, ahol fogvatartott nők fognak vagy varrást, vagy szabást, vagy tehát valamilyen ruhaipari tevékenységet folytatni. Nagyon ritkán kerül az ember börtönbe, maximum ha forgatni megy akár egy újságíró is, de szerintem az átlagember még kevésszer vagy kevesebbszer kerül ide, hála az égnek. Ha mégis egy hozzátartozót kell menni látogatni, hogyan képzeljük el ezt a látogatási rendet? Mert volt, aki azt mondta, hogy úristen, majd itt megjelennek a hozzátartozók a városban, meg majd hogy fog kinézni a város. Hogy zajlik egy ilyen látogatási rend? Igen, tehát ismerem ezeket a félelmeket, de azért mondom, hogy ezek csak félelmek. Aki esetleg mondjuk járt a kalocsai városközpontba, lehet, hogy észre se veszi, hogy elsétált a kalocsai fegyház és börtön mellett. A maga kis csendességében bele simul abba a környezetbe, de ez ugyanúgy igaz az EGRI Büntetésvégrehajtási Intézet, vagy Veszprém, vagy, tehát hogy ez sorba sorolhatnám. Az ottani lakosok, van, aki azt sem tudta, hogy közvetlen mondjuk egy BV intézet mellett lakik. Ez nagyon szigorú szabályok, illetve nagyon szigorú szabályrendszer vonatkozik akár a látogatás fogadására is, illetve az a jellemző, hogy akik meglátogatják a bent lévő fogvatartottakat, azok körülbelül megérkeznek a BV intézet parkolójában gépkocsival, az egy órás beszélő után pedig beülnek a gépkocsival és visszautaznak a lakhelyükre. Tehát nem az a viselkedési forma, amit esetleg tartanak, hogy a városban randalíroznak, vagy hangosan kiabálnak, vagy esetleg botrányt okoznak. Tehát ilyen tapasztalatunk sehol nincs. Tehát ebben az esetben még itt Halason a város szélén is van ez az intézmény. Így van, úgyhogy... tehát hogy ez pedig még elősegíti ezt a nagyon, nagyon gördülékeny, illetve nagyon szabálykövető magatartást. Ugye említették, hogy akár a nyugdíjig tartó életpályamodell. Milyen nyugdíj lehetőségek vannak itt? Hiszen gondolom nagyon sokakat, ha 55 éves a kor, akkor azt mondja az ember mondjuk 52-3 évesen, hogy már fontos feltétel ez is. Így van. Nagyon sok olyan jelentkező van, aki úgy gondolja, hogy neki ez az utolsó lehetősége azért az életben, hogy egy biztos, stabil, kiszámítható munkahelye legyen a jövőben, és akár mondjuk a munkavilágából történő nyugállományba vonulását tőlünk képzeli el. Tehát ebbe nálunk megtalálja a számítását. Meddig fog működni ez a toborzó iroda? Itt lesz örök élet 3 nap, amíg itt van a börtön, vagy egy meghatározott időintervallumon belül azt mondják, hogy no, akkor most bezárunk? Hát ugye elsődleges feladatunk a Kiskunhalasi állománynak a feltöltése lesz. Természetesen számítunk arra is, hogy lesz fluktuáció. Hát én úgy gondolom, hogy ez még a jövő zenéje. Fogjuk látni, hogy mely állománytagok lesznek stabil kollégáink, illetve ki lesz az, aki esetleg elvándorol a szervezettől. Én úgy gondolom, hogy erre még így konkrétumot nem tudunk mondani. Februárig, márciusig biztos, hogy jelen leszünk, mint toborzó iroda a városban. Mennyire jelent előnyt egy ilyen városnál? Ugye Kiskunhalas régi határőr település volt. Ugye itt volt a Honvéd laktanya, de a legerősebb mindig a határhelyzet, akár a délszláv háború itt volt, egy komoly rendészeti központként szerepelt. Nem csoda, hogy akár Kiskunhalasi oktatási intézményben működik mondjuk rendészképzés is, hiszen csábító szakirány. Előny ez, és a rendészek, akik jelenleg rendészetet tanulnak, simán egyszerűen lehetnek büntetés végrehajtási szakemberek is?
Én személyesen ismerem az itteni képzést és ezt a magas színvonalú rendészeti képzést, amit Kiskunhalas városában történik, illetve a szakképzési centrum keretein belül, hisz az itt tanuló diákok rendszeresen jó helyezéseket érnek el az országos rendészeti középiskolai csapatversenyben, illetve az egyéb más rendészeti versenyeken. Hát látszik, hogy ennek a városban azért van hagyománya, van kultúrája, sokkal befogadóbb a lakosság, sokkal barátságosabban. Tehát hogy én azt gondolom, hogy nem kell előről kezdenünk az ismerkedést egymással, a lakossággal, illetve a rendvédelmi szférával. Ez óriási előnyt jelent nekünk is, és szerintem a városban is, tehát hogy gördülékeny a kapcsolatteremtés. Én nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, bízom benne, hogy a lakosság még dilemmázó részének tudtunk segíteni, hogy miért is érdemes büntetés végrehajtási területen dolgozni, illetve hát köszönöm, hogy bepillantást engedtek egy ilyen zárt intézmény, mégis nyitottá váló életébe. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten, és tudják, szerdán este 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Akkor a tervek szerint a frissen felújított Vári Szabó István szakközépiskola, szakképző iskola vezetői lesznek itt, és töviről hegyire végignézzük az intézményt, hogy hogyan szépült meg az elmúlt hónapok során. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!